Ugye ez mindenkit megdöbbent, szerintem, de nem csak, én, nem csak én voltam valószínűleg meglepve, hanem a magyar nézők is, akiknek egy egész más kép él a fejükben Európáról. Hát azt hittük, hogy ott intelligens emberek vannak. Azt hittük, hogy az európai parlamenti képviselők persze, van köztük néhány furcsa alak, aki érdekes dolgokat mond, de hát azért biztosan valami európai színvonalat csak képvisel. Az európai kultúra a magyar ember fejében az egy, az egy minőségi kifejezés. Van akik azt gondolják, hogy hát az Európában mégiscsak színvonalasabbak a politikai viták. Hát a fené, tehát mindenki lát, béka feneke alatt volt az egész. Tehát hát valószínűleg sok hatás alatt vannak jó néhányan, és is egy ilyen kultúrsokszerű állapotban voltam, amikor ott Végig néztem rajtuk, ahogy ott tényeket mellőzve, gyűlölködve, mellőzve azt, hogy miért vagyunk ott egyáltalán, nem törődve Európával, nem törődve az európai embereket, csak a gyűlölet, csak a támadás.